Magyarországi oktatók tanítanak népi hegedűt és citerát Szatmár megyében. Az oktatók hetente jönnek, hogy a Kárpát-medencében gyűjtött hagyományos, néprajzi szempontból hiteles magyar népzenét tanítsanak a lelkes résztvevőknek. Nagykárolyban és Szatmárnémetiben közel 500 gyermek és felnőtt tanult citerázni és hegedülni. Másfél éve járt citera órára Franciska, a 9 éves kislány már ismeri a hangokat, és könnyen lejátsza már az egyszerű gyerekdalokat. Szép, ahogy hangzik ez a citera, és népi hangszer, és a hagyományt őrzöm vele, hogy játszok rajta. Rajta kívül még 10 gyermek tanul citerázni, mindig csatlakoznak újak is a csapathoz. Az alapokat nagyon könnyű a citerán megtanulni, az kell hozzá, hogy a két kezét össze tudja hangolni. Tehát az alapdallamokat, alapritmusokat nagyon könnyen meg lehet tanulni, és ezért szeretik a gyerekek, mert hamar van sikerélményük. A felnőttek is kedvelik a citerát. Igazi kikapcsolódást és feltöltődést jelent számukra a heti 1 óra próba. Ülj egyenesen, ezt a lábadat, azaz, mehet. Ez pedig már a népi hegedű óra, amelyet szintén egy magyarországi tanár vállalt. Szabó Adrien a világszerte elismert és alkalmazott Kodály módszer szerint tanítja a kézről és kottáról való olvasást. A pedagógus küldetésének tekinti azt, hogy külhoni magyar gyermekeket is oktathat. Nekem is egy nagyon jó újabb iskola ez, meg hát ennyivel azért tartozunk azoknak, akiktől tanultunk, hogy visszahozunk valamit abból, amit mi kaptunk. Szatmárnémetiben a citera és népi hegedű oktatása hiánypótló. Az Aranykapu Kulturális Egyesület azért indította el a képzést, hogy néhány év múlva egy fiatal népi zenekar alakuljon a városban. A diákoknak lehetőségük van évvégén magyarországi művészeti iskolában vizsgázni.